vidám karácsonyt is kívánunk önöknek, szép sejmekkel és kedves dallamokkal. Nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban a két művésznőt, akik bár a művészeti ágakban távol állnak egymástól, de lélekben, barátságban ugyancsak közel. Szeretettel köszöntöm Rák Kati művésznőt, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm Zsombori Erzsébetet, ahogy mindenki ismeri Zsimbit, aki pedig festőművésznő. Hát, kedves Kati, hogy jött nálatok a barátság? Honnan ismeritek? Hát én nem is tudom, körülbelül egy olyan 20 évvel ezelőtt találkoztunk egy kiállítóterembe, és aztán sok év eltelt, és valahogy úgy találkoztunk, hogy ugye én nagyon szeretem a képeket, és nagyon sok kortárs művészt támogatok mindenféle műfajban. És sok kiállításon is találkoztunk. Igen, igen, így van. És Zsimbike megkért, hogy nem nyitnék-e meg egy kiállítást. És akkor mondtam Zsimbikének, hogy hát én nem vagyok művészettörténész, én nem tudok olyan okosakat mondani, és hát nem De tudom... szépen énekelsz! Ez nem is jutott az eszembe, csak először úgy kétségbe estem, hogy én egy ilyen gyönyörű sejem kiállítást, tehát én nem tudok. És mondtam Zsiminek, hogy gondolkodjunk, hogy hogy legyen, és egy nagyon érdekeset találtunk ki, illetve hát Zsimbi képei nagyon erős hatásúak, és akkor mondtam, hogy mi lenne, hogyha párhuzamot vonnék a zene és a képzőművészet között, a színeknek milyen hatása van én rám. És amit az ő képe én rám hatott, azt én dalba olyat választottam. Tehát így lett mondjuk a Fehér a Viljadal, a Piros Pipacsos képeiből lett a Tangolita, a zöld búzavirág, gyönyörű búzavirágos képeket tud Zsimbike festeni sejemre. Abból lett a Pacsirta dal. És egyszer csak a lelketek így találkozott. Kiderült, hogy nagyon-nagyon sok közös van bennünk, nagyon sok dologban egyformán látjuk a világot, és nem csak képileg, hanem egyáltalán. És hát lett egy kedves, mondhatom, hogy barátság közöttünk. Akkor Zsimbi, hozzád fordulok, hogy azt mondtam, hogy festőművész, de valójában már az anyag csodálatos és nemes, amit használsz. Én a sejmet használom 30 éve. Azelőtt más technikákkal foglalkoztam, de ezzel párhuzamosan néha könyveket is illusztrálok, meséskönyveket, vagy CD borítót csináltam, ilyen is van. Hát egy művészben igen. Biztos, hogy nagyon sok rejlik, igen. De hát mégis a sejem az ugye azt várja az embert, hogy biztos nagyon finoman kell vele dolgozni. Hogy történik? Mesélj egy kicsit. Igen, egy kicsit nehezebb a technikája, mint más technikák, amikkel én foglalkoztam, de sok meglepetést okoz, és ez a meglepetés, ez nagyon jót tesz egy alkotónak. Inspirált, igen, igen. Igen, és igen, ez igen, hogy igen. Kifeszítik a sejmet ilyenkor, vagy hogy lehet rá? Kifeszítik, de én a kisebb méreteket én már nem feszítek ki, hiszen ez is technika kérdése, tudom már, hogy már hogy csináljam, igen, van. Hogy ott ne legyenek problémák, és nem kell kifeszítenem. És akkor milyen ecsettel, meg milyen festékekkel lehet, vagy hát szabad? Speciális sejemfestékkel dolgozom, de sokféle típusú sejemfesték van. Én a vízalapú sejemfestéket használom, és hát az ecsetek, mint az akvarell, csak nagyon finom ecsetek jók a sejemhez, tehát ez ne nagyon húzza, fontos. Ne húzza, igen, azt a finom anyagot. Jó minőségű ecseteket használok, és hát a technikája az egy kicsit, ha ránéz az ember egy ilyen sejem festményre, akkor azt gondolja, hogy lehet, hogy akvarell. Ha jól megnézi, akkor veszi észre, hogy ez sejem, mert picit hasonlít, ahogy én kezelem. Az ecsetkezelés? Igen, 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 ahogy én bánok a színekkel. És... Hát gondolom, hogy is ezek nagyon nemes dolgok, és védeni is kell. Hoztál most egy párat, és mindegyik ugye üveg alatt van szépen bekeretezve. Gondolom, hogy ez az egyetlen technika, amivel meg tudod védeni az elkészült művet. Hát fontos, igen, ne érje por, meg
a fény az, ezek elég ellenállóak, jó minőségű festékek, amiket én használok, de sajnos korábban, ezelőtt 30 évvel, amivel mikor még kezdtem, vagy még akkor nem voltak ilyen jó minőségű festékeim, de ezek jók. Igen. Azon tanultál, és most meg már így van, könnyebb. Így van, igen. Mik a kedvenc témáid? Mi él benned? Hát a természetből inspirálódok. A növényvilág, az állatvilág az, amit én nagyon szeretek, és a zene, ami mondjuk közös a Katival is, tehát én zenét is festek, de valójában hangulatokat és érzéseket. Uh-huh. Mi az, hogy zenét festeni? Ez érdekel? Amikor festek, általában zenét hallgatok, klasszikus zenét többnyire, és elképzelem színbe azt a zenét, amit éppen hallgatok, hogy az milyen. És valahogy visz engem. És hát a muzsikálnak a képeid igen. is. Nem csak a színek irányába visz, hanem amikor megkomponálok rajzba, mert egy vázlatot mégiscsak készítek, és magamnak, és akkor is már a zene hatására valahogy valami előjön, valamit előhoz az a zene. Ha már a zenénél tartunk, Kati két kedves dallal is készült, melyiket fogjuk most hallani? Hát talán a Jöjj el, mesebeli tündért. Gyere el, így őt szeretném talán először. Akkor hívjuk ide azt a mesebeli tündért. Jöjj el, mesebeli tündér, mondd el, melyik ütöz jöttél, mondd el, hogy az új karácsony csodaszép, s itt van már. Most kívánunk nektek szép ünnepet, most kívánunk boldog, csodás új éveket. Jöjj el, mesebeli tündér, mondd el, melyikünkhöz jöttél, mondd el, hogy ez a karácsony már a szívünkkel vár. Most kívánunk nektek ezer csodát, a legszebb karácsony, s mit szemszáj kíván. És akkor a tündér után folytassuk egy kicsit mesékkel. Kati, megjelent egy nagyon szép lemezet. Igen. Sok évvel ezelőtt már csináltam egy hangos mesekönyvet, a magyar népmesékből az állatmeséket, és én már akkor elterveztem, hogy innennek folytatást szeretnék, és most úgy alakult az ősz, hogy az a premier, színházi premier, amit szerettem volna, az a következő évre átmegy, és felszabadult egy kis időm. És mivel elgondoltam, hogy én mindenképpen a Zsimbinek a képét szeretném megjeleníteni külső borítóként erre a hangos mesekönyvre, hát ezen most itt mondhatnám, hogy tündérmesék vannak, bár novella mesék is. Három olyan mesét választottam, ami különböző módon, de a régi magyar hagyományokba egyedülállóan megmaradt sok száz évről a magyar mese kincstárban. Az egyik, az aranyhajú hercegkisasszony, ez a középkorból maradt meg, a tündérszép Ilona és Árgyilus királyfi pedig még előbb, és a kuriózum az a fehérló fia, ami a bevándorlás korában már ismerték ezt a mesét. Hát ezt nem gondoltam volna. Igen, szerintem sokan nem gondolják, és én azért azt remélem, hát nem tudom, szabad-e így megmutatnom, Zsimbike képe van rajta, tehát ez is itt kismadárral, én nagyon gyönyörű, szerettem, hogy gyönyörű virágokkal, egy kis tavaszi hangulat. Igen. Én azt remélem, hogy talán minden családnál ott lehet ez a mese, ami ugyan nem a hagyományos értelemben nem ezek a rövid mese, hanem komplex és hosszú mese, de minden olyan elem megtalálható benne, amit már akkoriban is meséltek. És ez szerintem ilyenfajta értékmegőrzés, ez egy nagyon nagy dolog. Kultúrkincseink közé, és végül is egy nemzetet a népmeséink keresztül lehet megismerni. Igen. És zenében is ilyen zenéket választottam hozzá, ami ezeket a világokat kíséri, magyar hangszerekkel, magyar népdalokon keresztül, annak a kornak megfelelően.
Most ismét, Jimmy, hozzád fordulok, hogy neked van egy galériád, egy kiállító termed. Mit jelent egy művésznek, ha van egy állandó hely, ahol meg tudja mutatni magát? Hát ez egy kihívást is jelent, tehát azt jelenti, hogy mindig készülök. Tehát ott helyt kell állni, változatosnak kell lennie, tehát időnként cserélem a képeket. És izgalmas egy galéria, tehát felméri az ember, hogy most van lehetősége. Közvetlen kapcsolatod van azokkal, akik nézik a képet, és látod, hogy azt a hatást váltotta el kíván sem. És terveztek is esetleg még ilyen közös kiállításokat, megnyitókat, vagy performanszokat? Igen, például most karácsonyi időszakban is. Hát egyrésztről énekekkel, dalokkal, és ahogy mondott, performance módon, hát főleg így baráti körnek csinálunk majd most itt az ünnepek alatt, mert hát azért azt gondolom, hogy az is egy fontos dolog, hogy szeretetteli kocintással ünnepeljük. De hát azért Zsimbikének olyan állandó vevőköre is van, akik már szinte barátokká váltak, és ők is ott lesznek. Vannak ilyen kis klubesteszerűségek. Van itt két kép, ami viszont nem sejemre készült. Mondaná róla két szót? Igen, a két kép az a lányomnak, Mayer Hellának a festménye. Itt, ami itt van, édesanyám ott ül, karácsony van, tehát azért hoztam, nem véletlenül válogattam ki ezt a két képet. Tehát ahogy vége van az ünnepnek, és ott nézi a karácsonyfát egyedül, azt az érzést festette meg, amikor már túl vagyunk az ünnepen, és marad a csend, marad kicsit visszavonulunk. Üres a szoba, és ott üres a szék. Tehát kezdődnek a hétköznapok. Hella Svédországban él, és festőszakot itt végzett Budapesten. Tehát nem esett messze az alma a fájától, és gondolom, hogy közös kiállítást is terveztek majd a Zsimbiben. Ez a galéria, ez közös. Tehát közös? Igen, igen, ez egy műterem galéria. Úgy képzeltük, hogy alkotó munka is folyik ebben a galériában, és ilyen beszélgetések, találkozások, könyvemutatók, tehát vannak tervek, de ez tulajdonképpen most augusztusban nyílt. Nekem volt egy másik galériám a Budai Várba, 24 évig voltam. Hát akkor azért van gyakorlatod egy kicsit. De én nem érzem magam galériásnak, tehát úgy vérbeli, tehát ez sem igazán arról szól. Tehát egy hely, ahol lehet alkotni, ahol történnek dolgok, találkozások vannak, beszélgetések vannak, tehát ez egy ilyen hely. És akkor, Kati, még hozzád fordulok, hogy karácsony van, gondolom, te is egy picit a családoddal leszel együtt. Igen, ilyenkor a kislányok hazajönnek, ez nagy boldogság, és az egész család együtt van, meg hát hagyományosan ugye az egész család szó szerint testvérek, sógorok, sógornők, gyerekek, ilyenkor körbeüljük az asztalt, és ez egy nagy öröm, mert ha máskor nem, legalább ilyenkor együtt vagyunk. Hát aztán néha elgondolkodok olyanokon is, akik már nem lehetnek velünk, és hát legalább gondolatban ilyenkor velünk vannak. Erre valók az ünnepek, igen, különösen a karácsony. Igen. És búcsúzóul mit énekelsz nekünk? Hát búcsúzóra egy olyan dalt választottam, Hoffmann Sándornak a dalát, akit én nagyon szeretek, sok dalt írt nekem, és azt mondta, hogy ha ő már nem lesz, akkor én biztos gondozni fogom az ő dalait. Úgyhogy az ő dalaiból választottam. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok. Boldog karácsony. Mi is köszönjük. Jaj, nagyon-nagyon szépen köszönöm. A meselemez Zsimbinek a borítójával. Nagyon köszönöm. Boldog karácsony. Boldog karácsony, Gloria. Mi is köszönjük a meghívást.